dicsőséges Istenünk, tisztelettel kérünk, éljen még sokáig jó szitja hun népünk. Ez a nép a múltját őrzi, óvja, védi, származása szerint rendkívül is régi. Akkor szeretettel köszöntöm Csomor Lajos urat, aki aranyműves szent koronakutató, és a mai előadásában az apostoli szent korona és az apostoli szent királyság születéséről fog nekünk beszélni. Csomor Lajos 1949-ben született Balassagyarmaton, és Székesfehérváron érettségizett 1968-ban. Budapesten az állami pénzvezetőben szerzett szakmunkás oklevelet ötvös aranyműves szakon 1971-ben, majd 1990-ben lett ötvös mester. 1970-től rendszeresen járja a Székelyföldet, és a Székely tárgyi népművészet kutatója és gyűjtője lett. Ebből a kutatásból ez idáig két könyve született, a Korondi Székely Fazekasság 1980-ban, valamint a Festett bútorok a Székelyföldön 1981-ben. 1980-ban Ludwig Rezsővel, Lantos Bélával és Pór Magdolnával kutatócsoportot alakított a Magyar Szent Korona ötvös aranyműves szempontú szakmai vizsgálatára. A helyszíni vizsgálatokra 1983. március 7-én és július 27-én került sor. A felvett adatok elemzése közben kiderült, hogy a Magyar Szent Korona szerkezetileg egy egységes egész, és nincsen rajta olyan nyom, ami egyértelműen utalna a Szent Korona készítésének helyére és idejére. Csomor Lajos 1984-től egyedül folytatta a Szent Korona keletkezési körülményeivel, valamint jelképrendszerével, államjogi, államhatalmi szerepével és keresztény misztériumával kapcsolatos történelmi, művészettörténeti, vallástörténeti és régészeti összehasonlító kutatásai. Saját összehasonlító vizsgálatai azt az eredményt hozták, hogy a Magyar Szent Korona valószínűleg a 4. század harmadik harmadában készült a Kaukázus déli előterében, hunok és magyarok lakta területen, egy keresztény kolostorban egy hun uralkodó megrendelésére. A Szent Koronáról eddig sok kisebb terjedelmi publikációja mellett három könyve jelent meg. Magyarország Szent Koronája, Vaja 1986-ban, Szent István Koronája nyomában, Budapest 1987, Ő felsége a Magyar Szent Korona 1996 Székesfehérvár. Csomor Lajos 2000-ben a budavári koronázó főtemplom, azaz Mátyás templom részére elkészítette Szűz Mária koronázási koronáját. A készítéskor szerzett tapasztalatai során felismerte, hogy a Szent Korona eredeti tervezési méretrendszere a Szentíráson alapul. Ebből kiindulva részletes összehasonlító kutatást végzett a korona jelképrendszere és a Szentírás kapcsolatára vonatkozóan, valamint a Szent Korona, Szent István intelmei, a katolikus egyház és a Magyar Szent Apostoli Királyság jogi és misztikus kapcsolatrendszeréről. Mai előadásában ez utóbbi témában szerzett felismeréseit tárja önök elé. Tehát mindenkinek szép jó estét kívánok, mert most már ugye be is sötétedett. Azt kell elmondjam bevezetőnek, hogy az előttem szólók rettenetesen feladtak nekem a leckét, és ebből az következik, hogy önök is többet kívánnak tőlem, mint amit én eredetileg szerettem volna nyújtani. Tehát az egyetlen szerencse az, hogy itt képek vannak, és a képekhez feliratok tartoznak. Nézzék el nekem, ha sokat fogok felolvasni, mert dokumentumokat fogok idézgetni, és azokból levonható következtetéseket szeretném elmondani, de mivel itt minden mondatnak és minden szónak jelentősége van, nagyon sokszor tényleg nem szabadon fogom mondani, hanem inkább felolvasnám. És ha olyat mondok, ami eddig még nem fért volna be a véleményeikbe, vagy a tanultakba, akkor ne rám haragudjanak, mert Feri kért engem arra, hogy ebben a témában tartsak egy előadást,
és akkor ő a felelős. Tehát a bevezetőben mindent hallottak. Tehát a cím az apostoli szent korona és az apostoli királyság születése. És ez mind a felhatalmazásnak és a cselekvésnek a történelmi misztériuma. Azt mondja Ratzinger bíboros, még mielőtt pápa lett volna, hogy az Úrnak hatalma van mennyben és földön. Csak annak van valódi megmentő hatalma, aki ezzel a hatalommal rendelkezik. A menny nélkül a földi hatalom mindig kétértelmű és törékeny marad. Csak az a hatalom válhat jóra irányuló hatalommá, amely a menny mértékének és ítéletének rendeli alá magát. Vagyis Isten mértékének és ítéletének. És csak az a hatalom lehet megbízható, amely Isten áldása alatt áll. A magyar Szent Korona eredeti alakjában, mert most nem az eredeti alakjában van, megjelenítette a mennyei Jeruzsálemben uralkodó teljes Szent Háromságot és Szűzvárjának a hatalmát. Az apostolságot, az egy szent egyetemes és apostoli anya szent egyházat, a mártíromságot, a testi és lelki gyógyítást, az oltári szentséget, a teremtést, a megváltást és az ítélkezést is, egy szóval a mennyből származó megmentő hatalmat. A Szent Korona az isteni megmentő hatalom egy részének birtokosa, majd meglátjuk, hogy hogyan. A Szent Háromság természetfeletti működése kegyelme által ez lehetséges. A földi hatalom mennyből származásának a dokumentumai a Szentírásból. Jézus királyi hatalma. Pilátus kérdezi tőle, tehát király vagy te? Jézus mondja, te magad mondod, hogy király vagyok. A katonák pedig koronát fontak tövisből, a fejére tették, és bíbor színű köpenyt adtak rá. Jézus Pilátusnak. Semmi hatalmat sem volna felettem, ha onnan felülről nem adatott volna neked. Tehát Pilátus Isten hozzájárulásával ítéltette el Jézust. Pilátus a keresztre ezt iratja fel. A názáreti Jézus a zsidók királya. Pilátus törvényesen nyilvánította Jézust a zsidók királyává. Mert onnan felülről Jézus mondta neki, hogy onnan felülről kaptál egy ilyen felhatalmazást. Szent János írja a Jelenések könyvében Jézusról. A ruhája és ágyéka fölé ez van írva, királyok királya és uralkodók ura. Jézus Izrael és az egész világ törvényes királya lett. Jézus királyi hatalmának jelképe a tövis korona. Ott láthatók a fehér foltok fönn, a feje tetején is vannak, ugyanis ez a halott lepelről egy fénykép. Az egész feje teteje sebekkel volt borítva. És az azt jelenti, hogy boltozott koronát adtak neki. A Szent Korona pedig az egyetlen olyan korona, amely magán viseli Jézus tövissel való koronázásának és hatalmának jelképeit is, és ezzel a Szent Korona a tövis koronának mint egy jogutódja lett a hatalom közvetítésben. Egyetlen ilyen korona van a világon. És úgy tűnik, hogy nem is volt több. Valahogy úgy nézett ki a tövis korona. Jézus hatalmának megosztása és a magyar Szent Korona. Jézus, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Vagyis mi, amikor a mi atyánkot imádkozzuk, akkor egy olyan társadalomért imádkozunk, amely földi leképezése a mennyei társadalomnak. És csak azt teszem hozzá, hogy ott nincsen polgári demokrácia. Mert az angyalok és a megdicsőült lelkek nem választanak 4 évenként új isteneket és igazságokat. Jézus Péternek, te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni egyházamat, és az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, azt megkötik a mennyekben is,
és amit feloldasz a Földön, fel lesz oldva a mennyekben is. Tehát ezzel gyakorlatilag Jézus már megerőlegezte Péternek és az egyháznak azt a hatalmat, amit a saját hatalmából ad át. Jézus az apostoloknak a feltámadás után a táborhegyen. Nekem adatott minden hatalom a mennyben és a Földön. Ezt a hatalmát Jézus saját megváltó szenvedésével és kereszthalálával nyerte el. Ebből a hatalomból adott át Jézus az egyháznak. Az egyház pedig tovább adhat ebből a hatalomból földi uralkodóknak. Ezért minden törvényes keresztény királyi hatalom Jézus szenvedéséből való megkoronázásának misztériumából származik. Tehát ez nem csak egy ilyen formaság, egy emberi jogi dolog, hanem ez az Isten misztikus működése az emberiségben. Szent Pál írja, de amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, és a törvény alattvalója lett, hogy azokat, akik a törvény alatt vannak, megváltsa, és elnyerjük a fogadott fiúságot. Tehát többé nem vagy már szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor örökös is az Isten által. Majd később látni fogunk egy dokumentumból egy idézetet, amiben ez visszatér ez a gondolat. A Jézusi hatalommegosztás alapja a fogadott fiúságból adódó örökösségünk. Mivel Jézus csupán az egyháznak adott saját hatalmából, csak az egyháznak, ott csak az apostolok voltak jelen, ezért csak az egyház közvetítheti tovább ezt a hatalmat földi uralkodók felé, illetve a közvetítő korona felé. Mivel az egyház feje a pápa, az Isten által teljesen törvényes királyi hatalom és az azt közvetítő korona csak is pápától kapható. Az egyház nem hagyható ki. A pápák nem hagyhatók ki a törvényes földi hatalom gyakorlás közvetítéséből. És most a vita, hogy volt-e joga a pápának, egyáltalán szerepe volt-e Szilveszter pápának, küldötte a pápa koronát, miről szólnak a magyar krónikák, ebben is egy kicsit most rendet kell tegyünk. Az Annale Sancte Crucis Polonici, a lengyelek krónikája, a Hartwig legenda és Szilveszter levi hitelességét erősíti. Tehát ugye itt az a lényeg, hogy a Hartwig legendát már nem tudom hányszor is hányan próbálták szétszincálni, az a betoldás vagy nem betoldás, stb. Stb. Mieszkó, ez itt kérdéses, mert nem tudjuk, hogy az Mieszkó volt-e, a lengyel krónika így írja. Elküldte Lampert Krakó püspökét a római kúriába Szilveszter pápa úrhoz. Ez nagyon fontos, mert többen próbálják tagadni, hogy Szilveszter pápának ebbe bármiféle szerepe lett volna. Egy lengyel írja ezt, egy lengyel krónika, de több is van egyébként. Hogy koronát kérjen magának, az megadását megígérte. Ugyanabban az időben István, a magyarok királya elküldte Afrikus, illetve hát Asztrik püspököt a mondott pápához, ő is azért, hogy koronát kérjen magának. Az, mint a pápa, a követ beszámolójából megtudta, hogy Magyarország felvette a katolikus hitet, és mondott Szent István, mondott István, Szent Adalbert prágai püspök megkeresztelte. A pápa angyali látomástól intvén éjjel a koronát, amit a mondott Mieszkónak készített elő, nem készítette, hanem készített elő. Egy régebbi koronát. Átadta és oda ajándékozta a mondott Afrikusnak, István király követének. 1938-ban a Szent István emlékkönyvben Gondos F. Albin ezt írta. Tehát 1938-ban. A koronakérés részleteit a Szent Korona legendája tartotta fenn, melynek leghívebb őrzői és terjesztői az egész középkoronát a lengyel krónikások voltak. Nekünk ez azért nagyon fontos, mert sok magyar kutató valótlannak és koholmánynak akarja bemutatni a Hartwig legendát, mely szerint második Szilveszter küldte haza a
Magyarországra a koronát. Az a tény, hogy a koronaküldésről a lengyel krónikák is beszámolnak, világosan utal arra, hogy a Hartwig legenda ezen részlete nem lehet koholmán, hanem a történelmi valóságot tartalmazza. Mert a lengyeleknek semmilyen érdekük nem volt arra, hogy ezt írják. Hiszen őnekik ígérte meg harmadik Ottó a koronát még 999-ben, mikor náluk járt. Hartwig püspök tanúsága. Szent István atya halála után a negyedik évben nagyon fontos az időrend. Majd meglátjuk, hogy miért. Tehát 1000-ben. Az isteni kegyelem intéséből ugyanazt az aszrik püspököt a szent apostolok küszöbéhez küldte, hogy Szent Péternek örökösét megkérje. A Pannonia táján kivirult zsenge kereszténységnek bő áldását elküldje, az esztergomi egyházat aláírásának tekintélyével főegyházzá szentelje, és a többi püspökségeket is áldásával erősítse. Tehát valóban 1000 előtt már Szent István, ahogy az előbbi előadóktól hallottuk, már több püspökséget megalapított. És a többi püspökségeket is áldásával erősítse. Érdemesítse őt arra, hogy királyi diadémával izmosítsa, hogy e tisztességre támaszkodva, amit Isten kegyelméből elkezdett, tehát már elkezdte, ez is azt erősíti, még keményebbre szilárdítsa. Tehát a kijelölt napon, melyen a már előkészített koronát a lengyelek fejedelmének kellett volna elküldeni, illetve a megelőző éjszakán a pápának látomásban megjelent Isten küldötte is ezt mondta. Tudd meg, hogy a holnapi napon, a nap első órájában nem ismeretlen nemzet követei jönnek. Amit én fekete zárójelbe tettem és más színnel, azok olyan javítások, amik a latinból magyarra fordításba nem sikerültek jól. Vagy kihagytak, majd ilyet még fogunk látni többet. Nem ismeretlen az például, ugye amit a Batumár mondott és idézett belőle, az úgynevezett Szilveszter lehél, amit Szilveszter pápa más Szent Istvánnak küldött, abban is ez van, hogy ismeretlen. Holott tudjuk, hogy mintha Szilveszter pápa nem ismerte volna a magyarokat. Pedig, na ennyi. Úgyhogy nem ismeretlen nemzetkövetei. De van egy másik fordítás, az pedig éppen az, hogy nem ismeretlen. Csak mindig a szerzőnek az igénye döntött el, hogy hogyan fordít. Egy barátom azt mondta nekem egyszer, hogy egy régész barátom, Varga Béla, hogy latin, hát azt egy latinból magyarra fordítani, fordíthatod ezt is, és a pont az ellenkezőjét ugyanabból a mondatból. Tényleg így van egyébként. Tehát igen, nem ismeretlen nemzetkövetei jönnek, akik tőled fejedelmüknek az apostoli áldás ajándékával egyetemben királyi koronát kérnek. Tehát igenis van olyan krónikánk, amelyik azt írja, hogy királyi koronát kérnek. A koronát hát, melyet csináltattál, illetve ezt is át kéne értelmezni, ezt Dümmel Tezső javasoltam nekem még annak idején, hogy esetleg kijavítattam, mert megcsináltatom, az is, a cipőmet is megcsináltatom. Meg az ékszeremet is megcsináltatják nálam, az ékszereket, amik elromlanak. Tehát, fejedelmüknek miként kérik eljutatni, ne habozzál, mert tudd meg, hogy az neki a dicső királyi ranggal együtt élete érdemeiért jár. Ezek hallatára nagyon megörült a római főpap, mindent megadott jóságosan, ahogy kérték. Azon felül keresztet küldetett a királynak, és itt jön az idézet, amit már hallottunk, melynek mintegy az apostolság jeleként így szólván, én apostoli vagyok, ő viszont méltán Krisztus apostola, a Krisztus annyi népet térített meg általa. Ezért rendelkezésére bízzuk, miként az isteni kegyelemőt oktatja, az egyházaknak s népeiknek mindkét törvény alapján történő igazgatását. Ez egyébként püspöki rangot feltételez, püspöki jogokat.
Ez az egyház kormányzati jog, az püspöki jog. Elhozták hát az apostoli áldás levelét a koronával, és a kereszttel együtt, Isten kegyeltjét, István királyt az olajkenettel felkenve a királyi méltóság diadémájával szerencsésen megkoronázták. Én tisztában vagyok vele, hogy egyes kutatóknak szilárd véleménye, miszerint a hatvik legenda egy része, ezen része utólagos betódás, amiért használhatatlan a szilveszteri korona küldéssel kapcsolatban, vagyis szerintük Szent Istvánnak második szilveszter pápa nem küldhetett koronát. De a lengyel krónika és második szilveszter pápa Szent Istvánnak írott levele arra utalnak, hogy a Hartwig legenda ezen része nem utólagos betódás, hanem valamely más, és feltételezhetően azóta elveszett forrásból való átvétel idézet. A zöld eljelölt részletet feltehetőleg egy olyan írásból, valószínűleg levélből, bullából való idézet lehet, amelyet éppen második szilveszter pápa küldött a Szent Korona kíséretében a magyaroknak. Persze azzal is tisztában vagyok, hogy a ránk maradt szilveszter levelet is utólagos hamisítványnak tartják, de valóban hamisítvány lenne. Ugye Karácsonyi János már említette itt valaki előttem, ő volt az, aki egy 150 éves vita végére szeretett volna, nem tudom milyen megbízásból, feltételezhetően valamilyen megbízásból pontot tenni ennek az ügynek a végére, és egy Szent István okleveleiről szóló könyvének a végén egy nagy hatalmas fejezetet illesztett oda az úgynevezett szilveszter bulláról, mert ez volt ennek az iratnak a történelem tudományban elfogadott elnevezése, és egy rendes koncepciós pert folytatott le ebben az írásban, mindenféle ilyen álproblémákat felvetve, álokokat felvetve, teljesen bizonyíthatatlan érvelésekkel, tényleg úgy, hogy a pápának írt, IV. Béla által a pápának írt levelet az ellenkező értelműre fordította, mint ahogy az a valóságban elhangzott, és egy sorozat ilyen érve volt. A lényeg az, hogy ő elismerte, Karácsonyi János, hogy annak a levélnek a tartalma az hiteles. De formai okokra hivatkozva azt mondta, hogy hamisítvány. Hiteles hamisítvány. Ez volt a lényege annak az ő koncepciós perének. Ez volt az ítélet. És aztán kiderült, hogy minden benne is van, tehát ami a, mert azt mondta, hogy az ezredik évi, vagy 1001. évi pápai hivatalnak a stílusa nem ez. Hogy nem, nincs, ahol lenni kéne valaminek, az ott nincs. Csak azt felejtette el leírni, hogy megvan két mondattal arrébb. Minden, amit az a hivatal követelt, az egy átok kivételével, minden benne van abban a bizonyos szilveszter levélben, amit egyébként pedig egy magyar esztergomi érsek talált meg 1553 és 57 között Trauban, pont ott, ahova IV. Béla menekült. És a koronát vitte. Na, de hát azzal is megpróbálkozott Karácsony János, hogy mivel az utolsó tulajdonosa ennek a levélnek egy bosnyák szerzetes volt, Levakovics Ráfael, és úgy tudta az örökbehagyóktól, hogy 1550-ben találta, de azt meg tudta Karácsony János, hogy 50-ben nem lejárhatott Rauba, és a magyar esztergomi érsek, és de azt már elfelejtette odahírni, hogy 53 és 57 között viszont igen. Tehát ilyen csúsztatásokkal operált. Valóban hamisítvány a szilveszter levél? Mivel bizonyított Karácsony János? Tehát elmondtam egy csomó dolgot most, amivel, de itt van két nagyon érdekes dolog. Neki az volt a
ez volt a döntő érv, hogy a Szilveszter bullát egy olyan valaki hamisította, aki a Hartwig legendának a szövegét vette alapul, plusz annak a bizonyos hetedik Gergely pápának az egyik Magyarországra írott levelét, és ebből keveredett össze, de 1567 után egy Szurius Lőrinc nevű kölni szerzetes tollából. Ez a Szurius Lőrinc, ez írt egy a Hartwig legendához hasonló Szent István életrajzot, és azt gondolta, hogy ez a Lőrinc csinált itt mindenféle hamisításokat. Na most ő azt mondja, hogy a Hartwig legendából egy mondat. Szurius Lőrinc változtatása és a Szilveszter bulla. És ezzel a Szilveszter bulla mondattal akarta ő igazolni, hogy igaza van. Csak egy hiba van, hogy abban a Szilveszter levélben ez a mondat nincs benne. Szavanként újra ellenőriztem a latin szövegét ennek a Szilveszter levélnek, és nincs benne a mondat. Vagyis Karácsonyi János, nagyváradi kanonok és a Magyar Akadémia történész tagja, rendesen, mikor nem tudta, hogy mit csináljon, egyet hamisított, mert ugyanis mindig odaírta, hogy hát ez nem elég bizonyíték, keressünk még egyet, keressünk még egyet, keressünk még egyet. És a végén a keresésből hamisítás lett. Na szóval, tehát, vagyis Karácsonyi János hamisított egy mondatot, és sajnos ezt a magyar történetírás és még a magyar katolikus egyház is elfogadta. A katolikus lexikonban most is az van, hogy hamisítvány. Aztán megint csak, hogy ugye ez itt az utolsó, megint egy mondat, amit ő kiemelt. Egy-egy mondat. És itt pedig azzal találkoztam, hogy a fordítók kihagytak fontos mondatrészeket. Tehát itt ugye az van, hogy az Ipolyi Arnold féle fordításban az van, hogy írja a pápa ezbe a Szilveszter levélbe Szent Istvánnak, hogy a keresztet az apostolság címereként magad előtt vitethesd. Oké. De az volt-e odaírva a latin szövegbe? Nem. A latin szövegben az volt, hogy mert itt a szavak alá odaírtam a latin szavak alá a magyar fordításokat, a keresztet az apostolság címereként egyedülálló lehetőségként magad előtt vitethesd. Tehát ez csak Szent Istvánnak volt megengedve. Ez már kimaradt. És nem az van, hogy, ja, és az a másik, hogy amit ugye a Kurz Ágnes fordított, amit magát a Hartwig legendából vett idézet, az, hogy azon felül a keresztet küldetett, tehát küldetett a pápa a királynak, mint egy az apostolság jeleként. Ez a mondat azt jelenti, hogy valaki mondott, vagy írt valamit Szent Istvánról. A Szilveszter levélben pedig ugye azt írja, hogy vitethesd. Ez azt jelenti, hogy valaki írt valamit Szent Istvánnak. És ez többször előfordul. Úgyhogy azt kell mondjuk, hogy nem egy levél volt hamis, hanem minimum két levél kellett, hogy legyen, és mind a kettő hiteles. Az egyiket Szent Istvánról írták a magyaroknak, a másikat pedig Szent Istvánnak írták. Személyes levél. És az egészről még Karácsonyi János is elismerte erről a Szilveszter levétől, hogy olyan, minthogyha egy Szent Istvánnak szóló magánlevél lenne. Hát az is volt. Az is volt. Tehát nincs okunk egy hamisított, nem egy hamisított, hanem két független dokumentumról van szó, vagyis nincs okunk azt feltételezni, hogy a Szilveszter levél hamisított lenne. És ha nem hamisított, akkor miről szól? Batu már idézett belőle, de kénytelen vagyok
felfrissíteni önöket. Szerencsés küldöttség, mely mennyei követség által megelőzve, az angyali szolgálattal végezve, isteni határozat által előbb végeztetett, mintsem általunk meghallgattatott. Ez azt jelenti, arra vonatkozik, hogy a pápa, amit fönnebb olvastunk, hogy álmot látott. Gábriel arkangyal megjelent neki álmában, és azt mondta, hogy amit a lengyeleknek megígértél, azt a Szent Istvánnak, vagy Istvánnak, magyar királynak, vagy küldjed el, ez a koronára vonatkozott. Az angyal utasítását a pápa komolyan vette, és elfogadta, hogy István kérését Isten már jóvá hagyta, és neki csak az a dolga, hogy mindent megadjon, amit a követek kérnek. És meg is adta. Hálát adunk az Atya Istennek és Urunknak, Jézus Krisztusnak, ki időnkben is talált magának Dávidot, Gejzának fiát, szíve szerint való férfiút, és mennyei világossággal körülsugározván felébreszté őt, hogy legeltesse az ő saját Izrael népét, választott magyar nemzetét. Az ipoi fordításban ki van hagyva az, hogy az ő saját. Tehát, mintha azt írta volna a pápa, hogy Szent István gardírozza a zsidóságot. Izrael népét. Most ez egy másik kérdés, hogy a pápának azért volt annyi sütnivalója, és ismerte annyira a misztériumokat, hogy azt azért ő is tudta, hogy az egész kereszténység, a Jézus által alapított kereszténység, az gyakorlatilag a második Izrael. Mert ugye az első szakaszban az Ószövetség az azért volt, hogy a megváltó eljövetelét előkészítse, és a második, ezt is nyilván tudnia kellett a pápának, legalábbis ebből a levélből én ezt erősen feltételezem, hogy a magyarság küldetése pedig a Szent István utáni magyarságnak a küldetése, a második eljövetel előkészítése. Erre Batu is utalt az első előadásban reggel. Tehát Szilveszter pápa felismerhette, hogy a Szent István által vezetett magyar nép bizonyos tekintetben a zsidó néphez hasonlóan választott, kijelölt nép, mert a választottság az igazából az kijelöltséget jelent. Melynek választotti szerepe, küldetése az új szövetség korában kell, hogy beteljesedjék. Ha Izrael kiválasztottsága a messiás eljövetelének előkészítését jelentette, akkor a magyarság választottsága, kijelöltsége Jézus második eljövetelének előkészítését kell, hogy szolgálja. És tovább a pápa, az apostolok fejedelmének szent, boldogságos, itt a boldogságos volt kihagyva, Péternek országodat és valamennyi népedet, melynek vezére vagy, mindeneket, és te magadat ugyanazon követek és leveled által örökön felajánlottad. A pápa írja, hogy neki írt a Szent István egy levelet, amiben felajánlotta az országot Szent Péternek, vagyis az egyháznak. Itt ugye az előbb elhangzott, hogy ilyen nem lehetséges, de lehetséges. Ez volt az első felajánlás. És ugye azért mondta az előttünk szóló előadó, hogy nem lehetséges, mert Magyarország valójában Szűz Mária országa lett. Később. 38 év múlva. De Szent István teljesen tudatosan, ez teljesen elképzelhető, teljesen tudatosan kellett, hogy felajánlja saját magát és az országát a kereszténységért. Mert azt tudta Szent István, hogy még sok bonyodalom és küzdelem lesz, ez egyébként az intelmekből kiderül. A felajánlást a pápa apostol hatalommal elfogadta, és ezáltal Magyarország Jézus különleges tulajdonává vált. Ez volt az első felajánlás. Mert amikor az egyháznak ajánlunk fel valamit, azt igazából Jézusnak ajánljuk. Mert ő az egyház feje. És mi vagyunk a testének a tagjai. Az apostoli dicsőségét versenyezve nem tartotta méltatlannak az apostoli hivatalt Krisztust hirdetve és vallását terjesztve viselni. Tehát a pápa elismerte ebben a levélben, hogy Szent István már betöltötte az apostoli hivatalt. És ezt ő megerősíti, hogy az előttünk szóló
előttem szóló előadó, egyik előadó mondta is. Tényleg így volt. Szent István uralkodásának kezdetéig az egyház hozzájárulásával a bizánci császárok viselték az apostolokkal egyenlő, vagyis is apostol címet. 1001-ben azonban a pápa úgy döntött, hogy az apostoli hivatal Szent Istvánnak adja át. Ha ez nem isteni közbeavatkozás, akkor mi? Ugyanis a bizánci császárság volt hivatva védeni a keletről jövő támadásoktól az egyházat. A pápa még nem tudhatta emberi ésszel, ha csak nem súgták meg neki, hogy jön egy kor, méghozzá nem sokára, hogy keletről el akarják tiporni az egész kereszténységet. És azt is tudta, illetve arra gondolt, és ezt jól is gondolta, mert Szent István felajánlotta magát és országát, hogy akkor most ez az ország legyen a kereszténység védőbástyája, mint ahogy ez be is következett. Tehát olyat csinált a pápa, amit emberi ésszel előre nem lehetett látni. Minket papsági tisztünkben helyettesítve eljárni igyekezett, ezt is hallottuk már az előbb, ezt az idézetet. Itt a következő a helyzet, hogy papsági tisztségében egy papot teljes körűen csak egy pappá szentelt személy, részlegesen pedig csak egy szerpappá szentelt személy tud ellátni. De a lényeg itt az, hogy a pap is és a szerpap is és a püspök is ugyanannak a papi rendnek a tagja. Csak a papi rendnek 3 fokozata van, alul vannak a szerpapok, ők abba különböznek a papoktól és a püspököktől, hogy oltárszolgálatot elláthatnak, de nem gyóntatnak, nem változtathatnak át, és nem eskedhetnek, stb. Temetni temethetnek. Tehát pontosan a kötőfeloldó hatalmuk az hiányzik. És ennek is a végén lesz majd nagyon nagy jelentősége. Ezért tehát folytatja a pápa, dicső fiunk, mindazokat, amiket tőlünk és az apostoli széktől kívántál, a koronát, a királynevet, az esztergomi metropolitasságot és a többi püspökséget a mindenható Istennek szent boldogságos Péter és Pál hatalmával előre, és így lévén erre megintve és parancsolván nekünk, tehát az angyal által, ugyanazon mindenható Isten apostoli saját áldásunkkal, készséggel engedélyezzük, adjuk és adományozunk. Itt van egy nagyon érdekes dolog, hogy ugyanazon mindenható Isten apostoli saját áldásunkkal. Ez a több szám, ez a többes szám. Isten és én. Mi ketten. A királyok is mindig többes szám első szemében. Mi? Isten és én. Ketten. Na most, ezért tehát, igen. Második Szilveszter pápa a Jézustól származó egyházfői hatalma birtokában elismerte Szent István apostoli tevékenységét, és mindent megadott, amit Szent István kért. És miként téged, s őket, az isteni kegyelem arra tanítand, országod jelen és jövendő egyházait helyettünk, s utódaink helyett intézhessék és rendezhessék, miként mindez egy más levélben, melyet közösen neked, az országnagyoknak és az összes hű népnek hozzád küldött követünk által vitettünk, mindezek teljedelmesebben foglalkoztatnak. Azaz a második levél, amiből harmadik püspök idézett. Amit most úgy gondoljuk, hogy eltűnt, de nem biztos, még lehet, hogy még előkerül. És még se veszett el. Szent István a pápa helyett, magának a pápának a hatalmával felhatalmazva alkothatott püspökségeket, más egyházi intézményeket, kinevezhetett püspököket, és hozhatott egyházi törvényeket. A pápa megígéri, hogy ezt az apostoli hatalomgyakorlást is egy másik levélben részletesebben elmagyarázza. Ez a levél is megérkezett Magyarországra, Hartwig püspök éppen ebből idézett. Ez a levél tartalmazza azt a kitételt is, mely szerint a pápa saját magát apostolinak, vagyis az apostolok utódának nevezi, Szent István királyt viszont méltán Krisztus apostolának. Vagyis bizonyos szempontból saját magánál nagyobbnak, és az apostolokkal egyenlőnek, Batu azt hiszem ezt is mondta már reggel. Azért jó, hogy ennyi idő eltelt a két előadás között, mert így volt idő emészteni,
és emléke, és most pedig frissíteni. Azért mi is kiváló szabadalommal, szinguláris insuper privilégió kitűnőségedet és érdemeit tekintetéből törvényes örököseidet és utódaidat, ki, mint mondva volt, megválasztva és a Szentlélek által megerősítve lesznek. A Szentlélek, bocsánat, a Szentlélek által megerősítve lesznek, most és a jövőben folyton, az is ki volt hagyva, feldíszíteni kívánván apostoli hatalmunknál fogva, megengedjük, akarjuk és kérjük, hogy miután te és ők, tehát az utódok, a koronával, amelyet küldjük a koronát, a követeinknek átadott mód szerint kellőleg megkoronázva lesz és lesznek, magad előtt a keresztet, mint az apostolság címerét egyedülálló lehetőségként vitethesd, és ők is vitethessék. Ami megint nagyon fontos volt, amit ott a sötét pirossal kiemeltem, hogy a Ipolya Arnold ezt úgy fordította, hogy szinguláris privilégió. Abból, mintha csak az lett volna odaírva. De az volt odaírva, hogy szinguláris insuper privilégió. És ez nem mindegy. Mert az insuper jelenti azt, úgy magyarra, hogy mindenek felett igazából valami ilyesmit jelent. A pápa Szent Istvánnak és törvényes megkoronázott utódainak az apostolhatalomból is átadott. A szinguláris insuper privilégió csak Szent Istvánnak és törvényes utódainak adott szabadságjog, melyet II. Szilveszter pápa 4 hatalom közvetítő jelben helyezett el. A Szent Istvánnak szóló levélben, azt elemezzük most, az országnak szóló bullában, amiből Harci püspök idézett, a Jézus tövis koronáját és apostolságát is megjelenítő Szent Koronában, és az apostoli kettős keresztben. II. Szilveszter a Szent Koronához kötötte a magyarországi főhatalom átruházásának törvényességét, mert ugye feltételül szabta, hogy ezzel, amit ő küld, azzal kell koronázni. Tehát nem ez a 13., 14., 15. században kitalált jogszogás, hanem ezt a pápa már feltételül szabta. Ez volt a feltétel ahhoz, hogy Magyarország független állam lehessen. Koronához kötötte a magyarországi főhatalom átruházának törvényességét, vagyis megfogalmazta a Szent Korona nélkülözhetetlenségét is. És ebben már benne foglaltatik az is, hogy a Szent Korona a főhatalom egyedüli földi birtokosa és az ország egyedüli törvényes jogforrása legyen. Honnan ered minden? Jézustól, a pápa által. Szinguláris szuper privilégió, ezt egy kicsit, hogy jobban értsük. A szinguláris valóban kiválót is jelent, van mélyebb, tudományosabb és egyéb misztikus értelme is, egyedi, mely természeténél fogva megismételhetetlen, az általános jogelvektől is egyedileg megkülönböztetett. Az insuper szót finálé felül rá, ez egy, a finálé egy 19. századi nagy latin-magyar szótáríró volt, és azt hiszem mai napig ő a legjobb. Azon felül jelentéssel fordítja. A Szilveszter levél szövegében a mások fölé emelt, vagy a mindenek feletti jelentés értelmezés megfelelőbb lehet. A privilégió szabadalmat, szabadságjogot, de kiváltságjogot és hatalmat is jelent. A szinguláris insuper privilégió olyan egyedi és természeténél fogva megismételhetetlen kivételes jogokat tartalmazó apostol királyi felhatalmazás, szabadságjogot, melyet csak Szent István kapott meg, mely tartalmazza a teljes főpapi hatalmat a kötőhatalommal együtt, és az István és a teljes körű független királyi hatalmat is. Ilyen hatalma sem Szent István előtt, sem Szent István óta eddig egyetlen keresztény uralkodónak sem volt. Ez a lényeg. Ennek a hatalomnak az átadására és az ebből származó apostolkirályi hatalom átörökítésére egyedül a Magyar Szent Korona hivatott és képes. Az is csak azért, mert erre a korona is a felhatalmazást a pápán keresztül Jézustól kapta. És azt az erőt, ami átadhatja a korona, a hatalmat, azt is csak így, hogy ugye Istentől származik. És ez sem megy az egyház nélkül. Ez sem megy az egyház nélkül.
Szent István apostol királyi felhatalmazása szabadságjogot kapott. Ezt ismerhette fel Szent István, és alkothatta meg az intelmeket úgy, hogy ebből a lehetőségből megváltoztathatatlan és hatálytalaníthatatlan alkotmányos alapjogot teremtett. Szent István nagyobbik legendájának tanúsága. Atya halála után az 5. évben, tehát Artvik írja, hogy a kérés az megvolt a 4. évben, tehát 1000-ben, és a teljesítés az 5. évben, 1001-ben. Így akarta az isteni kegyelem, elhozták hát az apostoli áldás levelét, Isten kedveltje István királyá választatott, és az olajkenettel felkenve a királyi méltóság diadémájával szerencsésen megkoronáztatott. Hogy milyen életű és ítéletű férfi volt, megvilágítja kibocsájtott törvénykönyve, melyben tudnélik megszerkesztette minden ártalomnak ellenség ellenmérgét. És mert úgy tetszett neki, hogy a békének, melyel Krisztus fűzte egybe a világot, legyen fia, el nem múló kötés aláírásával utódainak szigorúan meghagyta, senki köztük ellenségeskedést, más földjét ne támassza, törvényes vizsgálat nélkül ellenfelét ne bántsa, az özvegyeket és árvákat senki ne nyomorgassa. A nagyobbik legendában megint van egy kulcs kifejezés, hogy el nem múló kötés aláírásával. Az el nem múló kötés az a kötés, amit a földön megkötnek, és a mennyben elfogadják. El nem múló kötés az, amit a mennyben is megkötnek, ahogyan Jézus mondta Péternek, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyekben is. Szent Istvánnak megvolt ez a hatalma. És ezt még a 12. század elején még tudták, amikor ezeket a krónikákat leírták. Ezt még különben ez a kifejezés nem kerülhetett volna oda. Ha Szent István el nem múló vagyis örökérvényű kötéseket tehetett, akkor apostol hatalmának része volt a kötőhatalom is, ami püspöki vagy papi hatalom, egyszer mint apostol királyi hatalom lett. Itt megint meg kell különböztetni valamit, hogy a papi hatalom nem elég. A püspöki hatalom kell, mert a papi hatalommal nem lehet egyházkormányzatot egy országban végigcsinálni, csak püspöki hatalommal. Mert a püspöknek van törvényhozó joga. Most is minden püspöknek a püspökségen törvényalkotó joga van. Amit a püspök kimond, az úgy van. Az, hogy tetszik nekünk, vagy nem tetszik, vagy hibázott, vagy akármi, az egy dolog. De az úgy van. Mert erre van felhatalmazva, erre van felkenve, felszentelve. Vicarius apostolicus felvetődött itt, hogy ilyen nincs. Tehát, hogy apostoli helytartó nem lehetett egy magyar király. Hát lehetett. Második pápápa tanúsága. Püspöki Nagy Péter, pozsonyi magyar történészünk, a következőt kutatta ki, és 1988-ban ezt el is mondta egy Szent István konferencián. Második Szilveszter pápa csak 1000 november 1-e után hivatkozhatott, vagy hívhatott össze zsinatot. Tehát 1000 november 1-e után, amikor harmadik Ottó is jelen volt. Ez a zsinat elfogadta a magyar primási tartományt, és a már felállított, illetve a még megalapítandó püspökségek tervezetét is. De megint azt látjuk, hogy a történész is kikutatta, hogy természetes dolog, hogy István már a felhatalmazása előtt is csinálta ezeket a dolgokat. Erre vonatkozó döntéseit kánonokba foglalta. Tehát ez a zsinat kánonokat írt, törvényeket. És azok ilyen bullaszerű törvények, oklevélfélék. Ezeket a kánonokat II. Pál pápa 1465-ben a vatikáni levéltárban még látta ezeket a dokumentumokat. És ezek alapján jelentette ki, tehát II. János Pál pápa, hogy István az apostoli szék helytartójának jogát, Vicarius Apostolicus, és pápai követi megbízást nyert. Erre is hallottuk az előbb, hogy ilyen nem lehet. Hát lehet. Lehet. Ha a Vatikán azt mondta, ha a pápa azt mondta, akkor lehet.
mert amint az a kánonok emlékezetére bízza, megtalálható. És akkor itt leírja Püspöki Nagy Péter, hogy milyen ceremóniákkal és oklevélkibocsátásokkal és itteni zsinatokkal kellett ezeket a dolgokat itthon Magyarországon érvényesíteni és Szent Istvánt megkoronázni, és azt írja ő is, hogy 1001. augusztusában, tehát nagy boldogasszony napján kellett, hogy legyen a koronázás. Ami nagyon érdekes nekünk, hogy a Karácsonyi János nyomán hamisítottnak tartott szilveszterlevél éppen a zölddel, tehát a zölddel szedett részeket szövegrészben jelölt dokumentumokban lefektetett jogokat és kötelességeket tartalmazza. A Batul említette reggel, hogy egy ravennai történész 1002-ben kiadott egy könyvet, aminek az a címe, hogy Ravenna európai gyökereinél. És ebben a könyvben egy külön fejezetet szentelt ez a történész arra, hogy hogy is történt Szent Istvánnak a felhatalmazása. És milyen jogokat kapott. Az 1000. év karácsonyán jelenik meg a bulla, tehát amiről szó volt, hogy az már ott akkor megfogalmazta a II. Szilveszter pápa, hogy milyen felhatalmazásokat kap Szent István. És amivel Szilveszter, aki egyben Gerbertus pápa, itt felvetődött, hogy hát nem is az volt a neve, hogy Szilveszter. Hát igen, az volt a neve, akkor is úgy hívták, csak hogy megerősítve legyen a dolog, külön még a történész odaírja, hogy ez a Szilveszter azonos a Gerberttel, mert ugye Gerbertnek hívták régen II. Szilvesztert. Tehát nem két külön szeméről van szó, hogy egy kitalált meg egy valódiról, hanem ugyanarról. Magyarország királyának az apostoli király címet adta, ezek szerint, a dokumentumok szerint és a zsinat szerint, azzal a felhatalmazással, hogy mindkét jogon, azaz mind az állam, mind az egyház felett uralkodjék, és az utóbbinak saját országában egyházmegyéket és apátságokat alapíthasson. A klasszikus bazilika méltóságos termében 1001. április 4-én, II. Szilveszter 3. Otto jelenlétében, és még a Klúnyi apát, meg nem tudom, kik is ott voltak, folytatta le a zsinatot. Magyarországról István király asztrik érseket küldte, hogy pontosan beszámoljon az egyházi alapításokról, amit a pápa előzetesen, tudnilik 1000 karácsonyán megjelent bullájában jóvá hagyott, az esztergomi érseket, és a többit, és a többit. Tehát Szent Istvánnak feltételül szabta a pápa, hogy egy bizonyos idő alatt valósítson meg még azon kívül valamiket, amiket előtte. És ezután ez a zsinat Szent Istvánnak minden jogot jóvá hagyott.